Én azt kérem Orbán Viktortól, azt követelem Orbán Viktortól, hogyha már a képviselőnek nem volt annyi esze, hogy azonnal lemondjon minden tisztségéről és távozzon a közéletből, akkor Orbán Viktor kényszerítse ezt a fideszes képviselőt, hogy tűnjön el a közéletből. Ez a kormány egy úton álló tolvaj kormány. Orbán minden döntése mögött valamilyen formában a pénz, a haszonszerzés, a meggazdagodás vágya áll. Szabad prédának tekintik az országot, hogy Orbán Viktor rosszabbul teljesít. Kormányának hozzá nem értése és határtalan arroganciája a kudarc garanciája. De nem csak tehetségtelenségről van szó, hanem aljas szándékról is. Hiszen mohón elveszik azt, ami csak megtetszik nekik. Ennek a kormánynak, ennek a kormányzásnak az a jelmondata, hogy mindenki annyit ér, amennyien van. Ugye önök is megtanulták ezt a mondatot, mert pontosan kifejezi azt, hogy mit gondolnak a magyarokról, mit gondolnak a társadalom nagyobbik részéről. Önköltség nélkül az állam megszervezi, hogy leszigeteljük a társasházi lakásokat mindenhol Magyarországon. Ez mit hozna? Az első és legfontosabb, hogy ez egy Orbán-mentes rezsicsökkentés, mert nem attól függ a rezsi, hogy a miniszterelnök milyen lábbal kell fel aznap, és melyik ország kormányával veszik össze, és mennyibe kerül a gáz, az árfolyam, vagy a gázszállítómű. Munkát és kenyeret. Erről szól május 1-e, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sokaknak fájóan nincsen munkája, és drámai módon nem jut kenyér az asztalra. Magyarországnak ma botrányos kormánya és teszetosza ellenzéke van. Nem válogatunk demokraták között, hanem széles, demokratikus koalíciót kell alkotni. Aki válogat a demokraták között, az segíti a Fideszt, hogy bennünket leszalámizzon. A labort portik ügyre hivatkozva azt mondják kormánypárti politikusok, hogy ők például soha nem találkoznának bűnözőkkel. Őszintén szóval azt nem tudom, hogy akkor hogyan tartanak frakcióülést. Oly áltatatosan tudnak beszélni a család szentségéről, hogy ezt, hogy nyomatékosítsák, egy pofonnal megtoldják. A szegény vakkomondor.